A hagyományokhoz híven idén is keringővel nyitották meg a farsangot a Kartali Könyves Kálmán általános iskola végzősei. A diákok és a tantestület titkos szavazás útján választottak bálkirályt és bálkirálynőt, akiknek fontos, reprezentatív feladatuk is volt. Mint minden évben, most is nagy szavazások voltak az iskolában, hiszen kerestük a idei est bálkirályát és bálkirálynőjét. Örömmel jelentem be, hogy a 2018-19. Tanév farsangi báljának a bálkirálynője Fodor Anett, a bálkirálya Mackó Levente. Az idei farsangi bált ezennel megnyitom. De minden nyolcadikos a parketre lépett. A diákoknak sok mindenre kellett gondolni a felkészülés során. Ez alkalommal voltak, akik visszafogottabban, voltak, akik igazi felnőttként vették sorra a teendőket. 58 diákunk van, és most 46-an táncoltak, 23 pár vállaltam. Voltak külsőseink is, nagyon kevés, 2 vagy 3 fő, de az összes gyerek 8. évfolyamos volt rajtuk kívül, és egy édesapa is vállalta, hogy a lányával táncolt, úgyhogy ez nekünk nagy öröm volt. Én úgy gondolom, hogy évek óta szívesen táncolnak, bár az elején mindig van egy kis izgalom, hogy majd hogyan sikerül ezen a megpróbáltatáson átjutniuk. Viszont egy nagyon igazi gyerekkorukat megőrző kis évfolyamunk van, nem is olyan kicsi, akik még nem akarnak nagyok lenni. Nekem nagy öröm volt az is, hogy több lány lapos sarkú cipőben táncolt. Tehát nem akarnak idő előtt felnőni, de azért szépek, kulturáltak, ügyesek, okosak, és nagyon büszkék vagyunk rájuk. Nekünk az ékszerek, a ruha és a cipő, a haj, a fodrász és a smink az mind nagyon fontos volt lányoknak is, és igazából a fiúk is nagyon odafigyeltek erre, hogy jól nézzenek ki a mai napon. Mi lányok sokat tervezgettük ezt az egészet, jártunk boltról boltra, hogy megtaláljuk a legjobb kiegészítőket, és a fodrászra és a sminkesre is nagyon odafigyeltünk, hogy jó legyen. A nyolcadikosok fél éve gyakorolják a bárral táncot. Hetente többször is jártak próbára. A felkészítő tanár a tavalyi évhez hasonlóan Igar Tibor volt. Volt, akinek könnyebben, volt, akinek nehezebben ment a felkészülés, de a végzősök nagy tisztelettel adóztak a koreográfus munkájának. Nem volt olyan nehéz megtanulni, igazából sokat segített a felkészítő tanárunk. A tánctanár az nagyon jó, nagyon kedves, szerintem ő a legjobb. Hát eleinte nem vettem komolyan, de amikor már belecsöppentünk a tánc élményeibe, akkor már komolyabban vettem, és akkor otthon is gyakoroltam, hogy jó legyen. Több hónapos felkészülésnek meg lett az eredménye. Szerintem nagyon szépen előadtuk, és a közönségünknek is nyilván ez jött le. Szeretettel köszöntök mindenkit, Igar Tibor vagyok. Az iskolában már másodszor van lehetőségem keringőt betanítani. Tényleg rengeteget dolgoztunk ezzel a keringővel. Itt a csarnokba még a csíkokat is mi koptattuk el, annyit táncoltunk, és ez lett a végeredménye, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien eljöttek.
közös felkészülésnek és az iskola színes programjainak köszönhetően az itt tanulók igazi alma máterként tekintenek az intézményre. Szerintem nagyon jó a közösség ez egész iskolán. Nagyon szerettem ide járni. Nyilván még egy fél év hátra van. De szerintem nagyon hiányozni fog ez az iskola a gimnáziumban. Az iskola igazgatója a diákok életében fontos mérföldkőnek tekinti a keringőt, és nagyon büszke, hogy ilyen emlékekkel távoznak a gyerekek. A már elballagott tanulók is rendre visszatérnek. Úgy gondolom, hogy hosszú időre ható emlék számukra. Egyrészt fölkészülnek arra, hogy könnyebben vállalják a középiskolába a majdani szalagavatót és az ezzel járó megpróbáltatásokat, vagy szívesebben nekifognak. Másrészt pedig ide minden évben visszajönnek. A tavaly előtti nyolcadikosok, mert mindig elterjed a híre, hogy most lesz a farsang, és nagyon szívesen visszajönnek a nyolcadikosaink. Sőt, még ahogyan most láttam, egy-két régi pedagógust is fölkértek táncolni, mert ez úgy marad meg, mint egy igazi értékes, szép emlék, hiszen ez számukra egy nagy-nagy tett, hogy ők nekifogtak és képesek voltak ezt megtenni. Számunkra meg ez egy jó kis erőpróba, hogy lássuk, hogy mennyire boldogulnak a számukra újszerű dolgokkal is. 2018. február 9-én táncoltam, ugyanígy pénteken 5 órakor, illetve 4 órakor táncoltunk. Nagyon jó érzés volt. Most visszagondolva szerintem sokkal jobban csinálták most. Példát mutattunk nekik tavaly, hogy hogyan kell meccselni, pedig továbbfejlesztették. Nagyon nagy gratuláció jár nekik szerintem. És hogy mit jelent a gyerekeknek, hogy részesei voltak az eseménynek? Örök emlék marad mindannyiunknak. Ez biztos.